Szeptember 24-én hazai pályán fogadta a Kiskörösi LC női labdarúgó csapata a Megye 1-es bajnokság harmadik fordulójában a Bugac KSE gárdáját. A bugaciak újak a bajnokságban, így most először került sor arra, hogy éles mérkőzésen játszanak két csapat. A találkozót 3-0-ra nyerték a lányok, de nem csak most nyújtottak kiváló teljesítményt. Eddig nagyon jól indult a bajnokság számunkra két győzelemmel, viszont a Bugac számunkra egy olyan csapat, amiről nem tudtunk semmit, mert ugye ők először indítottak a felnőtt női csapatot, ugye eddig U15-ben szerepeltek, így olyan nem tudtuk, hogy milyen játékformát fognak képviselni. Eredményeket a múlt heti vagy az előző heti eredményeikből próbáltunk sakkozni, hogy milyen erősek lehetnek, és az eredmény jött, amire számítottam. A KLC női csapata 3-0-ra győzött az újonc bugaciak ellen. A lányok végig magabiztosan és szervezetten játszottak. Az új játékosokkal bővített kerettel kiváló szakmai munkát tud folytatni Makó Zsolt edző. Eddig csak pozitívan tudok nyilatkozni, mert 3 meccsből 3-at megnyertünk. Bízok benne, hogy a továbbiakban is ez a lendület megmarad. Én úgy gondolom, hogy az új játékosok beépültek a csapatba, főleg ugye a végemese, aki mind a 3 meccsen betalált, tehát úgy látom, hogy a csapat is befogadta az újakat, és így tudunk közösen együtt jól dolgozni továbbiakban is. A kiskörösiek magabiztos játékkal arattak ilyen arányban is megérdemelt győzelmet, és 3 forduló után 100%-os teljesítménnyel vezetik a bajnoki tabellát.